Egymás váltják a régi és az újonnan kiépített járdaszakaszok a Kertváros utcáiban. Az újaknál még látszik a sóder, a korábban lerakott helyenként töredezett lapok között viszont többfelé burjánzik már a növényzet. Ezzel is ugyanúgy foglalkozni kell, különben könnyen utat tör magának a gaz. Nyíregyházán évek óta igényelhetnek a lakosok ingyen járdalapot és homokos kavicsot a város üzemeltető és vagyonkezelőtől. Ez a pályázati lehetőség azok számára lett annó kitalálva és kiírva, akik olyan utcában laknak, ahol járdaszakaszok találhatók, viszont nincsen egybefüggő járda. Mondjuk lakok én a Kislajos utcán, és előttem nincsen járda, oda lehet igényelni járdalapot, ami tud csatlakozni az előtte és mögötte lévő járdához. Vagy van járdalapos járda, viszont már annyira elhasználódott, baleset veszélyes, aminek a cseréje már indokolt, ehhez is tudunk biztosítani járdalapot és a szükséges sódert. A lakosoknak első körben egy formanyomtatványt kell kitölteniük és eljuttatniuk a NyírVV-hez, amelyet a társaság weboldalán találnak meg. Ezt követően a cég munkatársai a helyszínen vizsgálnak meg minden igényt, és egyeztetnek a kérelmezővel például arról, mennyi anyagra van szükségük. Utóbbiak egy hónapon belül számíthatnak válaszra, melyből kiderül, részt tudnak-e venni a pályázaton. A járdalapok és a sóder kiszállítása ezután folyamatosan azok rendelkezésre állásának függvényében történik. A lehetőségre egyébként a tapasztalatok szerint továbbra is van igény. Ez minden évben népszerű, én azt gondolom. Tavalyról még van egy kis lemaradásunk, most ugye a vírushelyzet miatt az anyag biztosítása sem olyan ütemben zajlott ezen a téren sem, mint rendes, normális időszakban, úgyhogy én azt gondolom, hogy júliusban el fogjuk tudni kezdeni kiszállítani a korábbi igényeket, és szeptember-októberre pedig az idei jogosnak tárt igényeket is tudjuk majd teljesíteni. Különböző méretű és formájú járdalapok többfelé találkozhatunk a városban a pályázatnak köszönhetően lerakott szakaszokkal. Tavaly mintegy 500-an éltek a lehetőséggel. Az igénylőknek azt ugyanakkor tudniuk kell, hogy utólag leellenőrzik, valóban a pályázat céljának megfelelően használták-e fel a kért anyagot.